Dalos Bogit és zenekarát hallhatta a közönség nemrég a Pécsi Kodály Központban. A fonogramdíjas magyar énekesnő a korábban bemutatott Honey Beast koncert előtt lépett fel együttesével a Baranyai megyeszékhelyen. Nagyon nagy megtiszteltetés nekünk az, hogy a Honey Beast minket választott a cirkusz turnén az előzenekaraként, és azt gondolom, hogy elég jól működik ez a felállás így egyben, hiszen most már ez a talán az ötödik állomása a turnénak, tehát így mindig olyan furcsa érzés más közönség előtt játszani, de azt érzem, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, és nagy szeretettel fogad minket a közönség, és hát nekünk is ez egy jó érzés, hogy bemutathatjuk a dalainkat a Honey Beast hallgatóinak. Bár Bogi koncertet még nem adott Pécset, járt már a városban. Azt mondja, közel áll a szívéhez a környék, izgatottan áll színpadra a művész. Maximum lehet, hogyha a Bieber-szel és a Mary Pop Kids-el, most ezen gondolkozom, hogy egy 4 évvel ezelőtt volt-e itt pécsi állomás, viszont Pécset nagyon szeretem, anyukám itt tanult, és a férjemmel is pár éve voltunk itt egy kicsit így időt tölteni, úgyhogy Pécs különösen a szívem csüske. Bevallom, én egy kicsit mindig jobban izgulok az ültetett koncertek előtt, mert hogy színházterem, kicsit olyan komolyabb hatása van az egésznek, és kicsit több idő, mire azt érzem, hogy a közönség is be tud lazulni, plusz azért a maszk az megnehezíti a dolgunkat, mert hogy nagyon fontos ez a koncerteknél, hogy lássuk a reakciót, a közönség reakcióját, hogy tetszik-e nekik, vagy nem, és így általában azt szoktam kérni, hogy egy kicsit ülve táncoljanak, hogyha tetszik, és ezt a visszajelzést adják nekem. Pályafutása egyébként 2012-ben indult, ekkor debütált első dala a televízió képernyőjén. Azóta beválasztották a Dal című műsor Eurovíziós nemzeti döntőjébe is, de számos más énekessel, zenésszel is dolgozott már együtt. Az utóbbi időszak Dallos Bogit is megviselte több művésszel együtt. A koronavírus miatti szigorításokkal teli hónapokat igyekezett a lehető legjobban kihasználni az énekes és együttese. Nyilván zenészként azért a zenekarommal megviselt ez az időszak, főleg az a nyár, amikor alig lehetett koncertezni, viszont az elmúlt év azt gondolom, hogy a helyzethez képest nagyon jól alakult, nagyon sok új dalt írtunk, és ezt az időszakot arra használtuk fel, hogy egy lemezen kezdjünk el dolgozni, úgyhogy a nagy lemez most már elég jól áll, és nagyon örülünk annak, hogy azért koncertezni is tudtunk a zenekarral elég sokat. Bogi a jövőben számos újdonsággal készül, azt mondja, mindig rengeteg terve van. Én általában eléggé tervezgetős lány vagyok, tehát mindig az év végén írok egy összegzést, és felírom egy lapra a következő évben, hogy mik a céljaim, úgyhogy ez majd hamarosan ismét jön, mert hogy közeleg az év vége. Szeretnék minél több saját tartalmat gyártani, értem ezt a dalok alatt, illetve tervem van egy új YouTube műsor is, amit készíteni fogok, és meglátjuk, hogy még milyen lehetőségek találnak meg a 2022-es évben emellett. Az egyórás koncerten a pécsi közönség is megismerkedhetett Dallos Bogival és zenekarával. A jövőben pedig további dalokkal kedveskednek a zeneszeretőknek.